Most köszönj be te. Na. Hogy? Hát ahogy én szoktam. Ne. De. Most én beteg vagyok, te, most te tudsz. Nem. Akkor én csinálom, te mondod. Nem. Na gyerünk. De én nem tudom. Na szóval. Sziasztok! És özelejtetek a következő Halloween-i videóban is. Nincs itt a szemüvegem. Na jó, mindjárt megszerzem. De igazából itt van velünk Kinga. Sziasztok! És ő fog nekem most segíteni. Kicsit beteg vagyok, ezért előre is elnézést kérek, halkabb leszek. De attól itt vagyunk a következő Halloween-i videóval. A véres Halloween-i szemüveg. Hoppá. Neked jobban elmaradjon rajtad. Hát de így nem látszik a vér. Szóval srácok, itt is vagyunk a következő Halloween-i videóval, ahol elkészítjük nektek a Halloween-i sminkünket. Írtátok, hogy legyen sminkelős videó Kingával. Hát most lett. Hát most lett, itt is van a smink szettünk. A mai videóban ki-unboxingoljuk őket és leteszteljük őket. Hát egymáson. Srácok, hogyha örültök, hogy végre lesz sminkelős videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ez nem volt egyszerű elhatározás. Fúj, ebben vér van, vagy micsoda. Amúgy nagyon menőn néz ki. Milyen sminket fogsz nekem csinálni? De ezek közül? Hát csináltunk mi is valamit. Meglepetés. Aztán én sminkelek téged. Szóval, unboxing következik. Ezt nézzétek! Halloween-i smink szett. Ezt most nem dobom el, mert ezen van egy kis segítség. Köszönöm. Szóval, Kinga, itt te vagy a lány, úgyhogy te magyarázd el, hogy mi micsoda, légy szíves. Fogam. Ez jó kezdés lesz. Hát gondolom, ez a rózs. Igen. Ezek ilyen szemhéjecsetek. Igen. A vér az mire szolgál? Az most mire szolgál? Azt meg kell enni. Nem, amúgy nem. A vér. Ja! Azt szerintem a Drakulához van, hogy így folyik a vér a szád mellett. Na! Én leszek az első. Te meg a tepettő. És akkor kezdheted. Figyeljetek, kibontsuk. Sminkelek először. Te sminkelsz ki engem először, úgyhogy srácok. Nyomtok egy lájkot, ezt csak értetek teszem. Neked szeretné. Ne, te azt mondod, hogy meglepi lesz. Csak a szakállamat ne. Csak közben mondd, hogy mit csinálsz. De nem, mert akkor tudni fogod. Jó, de a nézőknek. A nézők látják. Én bent rajzolok az orrodra. Egy mit? Pöttyöt. Egy pöttyöt? Nagyon büdös. Ez direkt. Zsírkréta illata van. Reméljük ez nem... Jézus Máriám. Hát én nem tudnám magam spinkelni, engem ez már zavar. Csücsölés. Nem jó. Jézusom, ez mi? Ne fejezem. De így se jó. Tart simán a szem. Ne, de ez nem rúzs. De nekem az a színű rúzs nem jó. Jó, akkor csináljad. Bár csinálom ezzel. Ne, akkor inkább jó, ezzel. Jó. Akkor ezzel kérlek, azt ne nyomd a számra. Ez zsírkréta, ezt nyomd rám. Szakállaton ülök. Hála az égnek. Oh! A fogamat is befestetted? Most csak rövök. Jó, gyerünk. Oh! Jó. Jesus Christ. És, na jó, nem kérdezem meg, hogy mi leszek. Oh. Ahogy levetted, ha! És most ne, Nézd, átlátszó? Nem eléggé piros. Ez ilyen szájfény. Jó az, jó az. Nem. Csak a szám van-e? Jó, így tökéletes. Jézusom, milyen piros! Most mire készülsz? Mondd egy közben, narrád, légy szíves. Narrálom. Most? Igen? Igen, nem tudom, hogy mit akarok csinálni. Csukd be a szemed. Mondd le. Ne nyomd ki. Igazából én a való életben is nagyon jól tudok sminkelni. Ne, a szemembe ne kerüljön, légy szíves. Nem, kerül be. Ez mi? Kis cica. Vérengző kis cica. De jaj, ne! Ezt érzem! Mi lesz? Jesus Christ!
volt nagyon jó. Úristen. A Unibrown meg lett a... Az egybe szemöldök elkészült. Miau! Úgy látom, te ezt a feketét nagyon szereted. Köszönöm. Ne, nem szóltam semmit inkább. Jaj, de várj, ez nem lesz jó. Ez most mi? Lesz, nem mondod, hogy mit csinál. De nem mondod, most hogy... Most az árnyék hatást kell. Árnyék hatást keltek? Nem tudom. De jó. Csak a kis képernyőben látom magam, borzalmas. Nem akarsz még befejezni? Szerinted ez fog? Most... Jó, azok a füleim lesznek! De menni, hogy menő néz ki. Húzok. Remélem, ti is nevettek rajta, mert én nagyon jól szórakozom. Jézusom. Most én jövök? Legyen vérengző. Majd a végén, mert lehet, hogy ez csepeg. Jó, először mostanában én jövök. Húha. Én lehet ezt a tököt csinálnám meg nekem, az nagyon tetszik. Kinga, a tökfej! Ezért, mert tökfej lehetsz. Ha már ezt csináltad velem amúgy, srácok. De milyen jó lett. A vérengző kis cica Gergő. Hát igen. Amúgy jó lett. Na, szeretnél tökfej lenni? Igen! Akkor. Fogom az ecsetet, én majd beszélek. Tehát általában a lányok a beauty guruk, de akkor majd én figyeljetek, én leszek. Úgy szépségek. Szóval. Most az applikátorom segítsége kiaplikálok egy kis applikálandó festéket. Méghozzá narancssárgát. Rengeteg narancssárgát. Az összeset. Narancssárga az applikátorom van. És hát végül is kezdjük el. Hát ez egy óra lesz. Milyen érzés, légy szíves? Jó, hogy a hajamba is írben. Direkt, oda kell. Igazából még erősebben is csinálhatod, ha így. Csukva a szemecskédet, jó. Ügyes. Ügyes. Tehát idáig itt tartunk. Nagyon szép, természetes hatást keltünk. Úgy. Ő tudja, hogy már hogy kell az arcát állítani. A tök fejünk. Inni. Jó. Mi van? Mi a baj? Miért én? Várjál, ezt az arcod részedet nem látom. Nézd a kamerába. Csukd be a szemecskédet, nehogy belemenjen. Nem volt elég erős, úgyhogy megerősítjük a vonalakat. Jó, a színezés kész, kicsit közelebb hajolsz, hogy jól lássátok. Az a baj, a kamera nem adja vissza, de szép narancssárga, ahogy az ujjaim is már. Na, és akkor találjunk ki. Szerintem neked legyen a félszád lila. A lilát még nem használtok. Tehát itt a lila, próbáljuk ki. Ó, nagyon jó. Vigyázz, neked is aj lesz a fogad. Hoppá, megvan a foga. Szemben nem tudom. Hát én nem szoktam rúzsozni. Nagyon menő, mint aki meg van fázva és le van lilulva az a szája. Nagyon állat. A teteje pedig... Kicsit meg is nagyobbítom a szádat, mit szólt. Így. Nézd. Ó, Isten! Gergőféle rúzsozás. Mi a baj? Mit csinálod? Te mit csináltál? És akkor... Arra gondoltam, hogy ilyen majszolásokat csinálhatnánk. Így. És akkor most mi leszek? Tök fej. Jönnek a körbe. Jön a kör. Jaj. Kicsit volt. A srácok közben azt hagyd mondjam el, hogyha ennyit szenvedünk. Jó. Akkor most már léci nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Könyörgöm. Kettőt. Kingáért. Gyere már közelebb, mert nem látszik. Annyira jó. Annyira jó.
De nem? Várjál, még kell vele egy zöld. Ott nő ki a tök. Olyan vagy, mint egy kosárlabda. Nem az vagy, egy tök vagy. És alul is. Alul az almának van. Akkor alma tök. Nem használtunk pirosat. Tudom, hogy hova fogunk használni pirosat. Szemeket becsukni. Maradjon úgy. Nyugi. Sminkel is. Történik divat bemutatóra. Megyünk. Ez a szemedik? Nem. Ne! A szemedikben nem kötetted össze! De te is összekötetted. Tökéletesek vagyunk, látod? És akkor még egy dolgot engedj meg nekem, csukd be a szemecskére. Még kicsit felfele csukd be, ezt most jól elmondtam. Mi? Így. Jó? Kész! Gyere, mutassuk meg munkat közelebbről. Szóval, srácok, itt van a tök fej és a kis szisza. De... Ja, és a vér. Neked, te vigyázz. Vérengző kis szisza. Vérengző kis szisza vagyok. Kinga vér. Ez ilyen gumicukorvér. Fúj, de rossz állaga van. De jól néz ki. Te is kapsz. Másik oldal, de nem vámpír vérengző kis cica vagy. Csak itt megettél valamit. Jó. Amúgy nagyon jól néz ki. Neked is. Zselés volt megolvasztva. Ó, de nekem le fog csöppenni. Nem fog. Na, srácok, szerintem elég halloweeni volt a hangulat, nem tudom, mit gondoltok, nagyon jól nézünk ki mind a ketten. Én egy vérengző macska vagyok, Kinga pedig egy vérengző tökfej. Nagyon eredeti lett mind a kettő. Miért van itt zöld? Neked nem csípi a szádat? Nekem igen. Nekem nem. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, reméljük tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor légy szíves, mutok egy lájkot, rengeteget szenvedtünk, és nagyon jól nézünk ki, most megyünk és lemossuk úgy az egész arcunkat, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Még egyszer, hogyha szeretnétek csatlakozni a Jágerek legcsodálatosabb csapatába, akkor iratkozzatok fel napi király videókért, és srácok, mindenkinek kellemes Halloween-t és mindszenteket kívánunk. Ez nagyon fontos. Én a vérengző macska, és Kinga a vérengző tökfej. És hogyha nem bírjátok ki holnap 6 óráig, akkor itt van 2 darab videó, kattintsatok rá, nézzétek meg, reméljük tetszeni fog nektek, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!